Sziasztok, Kinga vagyok, és ajándékot kaptam karácsonyra, a másik kis barátnőmtől is, úgyhogy szeretném ezeket a köteteket is bemutatni nektek, ki ne maradjon ő se a jóból. Illetve hát nagyon-nagyon örültem ezeknek a köteteknek. Mivel még nem jártam utána, hogy melyik könyv micsoda is tulajdonképpen, van, amit ismerek, van, amit nem, ezért szintén csak felsorolásszerűen fogom nektek ezeket bemutatni. Kaptam még nagyon sok minden mást is, de ugyanúgy most is csak a könyveket szeretném bemutatni, a többi nyalánkságot, ezt, azt, amaszt nem, bár aki szemfüles, az láthatja, hogy ott hátul van egy ilyen kis manócska, azt is tőle kaptam például. Annak már kiemelt helye van, ez is már neve is van, úgyhogy menjünk is tovább. Tehát akkor nézzük a könyveket. Az első, Garth Nix-től az Angyalmágus. Ez a történet, ez Dream válogatás, és valószínű, hogy egy fantasy lesz. Nagyon kíváncsi vagyok rá, mert ez valamilyen angyalos, és azokat nagyon-nagyon szeretem. Úgyhogy meglátjuk ezt is. Aztán James Patterson és G.D. Barkertől a Zaj, ez egy Agape kiadós, ezt is nagyon várom, kíváncsian. Van egy másik G.D. Barker könyv, ami szintén a tulajdonomban van, és még nem olvastam, de azt is nagyon-nagyon nézegetem mindig. De hát már megvan a sorrend, de igyekszem majd minél hamarabb elolvasni ezeket a történeteket. Ez, hát Patterson és G.D. Barker, meg a borító alapján is úgy gondolom, hogy ez valamilyen jó kis thriller lesz. Aztán kaptam egy science fiction-t is, legalábbis én annak gondolom, Nicholas Binch-től a Felemelkedés, az egyetlen kiút felfelé vezet. Ez szintén egy AB kiadós, úgyhogy science fiction ritkán olvasok, de néha-néha beakad egy, úgyhogy erre is nagyon kíváncsian fogok várni. Nagyon örültem amúgy az összes történetnek természetesen. Aztán John Scalzi, őról egy nagyon sokat hallok mostanában, az Állati gonosz című kötetét kaptam meg, cicusan a borítón, hát persze, hogy nagyon aranyos. Azt írják, hogy humoros a történet, úgyhogy erre szintén kíváncsiak, de megint más miatt. Az írótól még nem olvastam, úgyhogy ez lesz tőle az első történet, amit kaptam, és olvasni fogom. Szóval van itt egy olyan történet, amit nagyon-nagyon sokszor néztem, hogy megvegyem, ne vegyem, kell ez nekem, nem kell nekem, és láttam, hogy a barátnő már olvassa, és megvártam, hogy tetszik-e neki vagy sem, de azt nem gondoltam, hogy meg is fogom kapni. Ő nagyon-nagyon jókat mondott róla, ez egy aranypöttyös kiadás, tehát akkor ez könyvmoly képzős, elejétől a végéig. Úgyhogy nagyon biztató dolgokat mondott róla, úgyhogy majd a majom ezt is majd felvezetem, megnézem, és remélem, hogy ez is nekem is tetszeni fog. A következő, hát a kis gyermeki lelkemnek is jut, méghozzá Balázsi Pannától, a Csurom víz. Én, mikor ezt megláttam, én nekem egy kutyás sztori jutott eszembe, ami szerintem ugyanez az írónő írt, de a címe nem, majd annak mindenképpen utána járok, azt nagyon szerettem, úgyhogy valószínű, hogy ezt is nagyon fogom szeretni. Nem tudom, ez a fényviszonyok miért ilyen érdekesek, de ezért elnézést kérek. Aztán egy Schaeffer Erzsébet, vagy Schaeffer Erzsébet, Toronyjárat, utak és emberek. Hát ez nagyon-nagyon izgalmas történetnek néz ki, bár az az igazság, hogy itt a fülszöveget szerettem volna megnézni, mert még az írótól nem olvastam, de már hallani sokszor hallottam róla, és azt mondják, hogy ilyen családregényszerű történet, de illusztráció is van benne. Erre is nagyon kíváncsi vagyok. Még tőle sem olvastam. De a fénykép alapján mindenképpen érdekes lehet. Aztán kaptam még itt egy olyat, amit nagyon-nagyon meglepődtem, mert ahogy látjátok, én az ilyen önfejlesztő, önismeret, stb. Történeteket nem nagyon szeretem, de azt mondják, hogy Edith Éva Éger, az ajándék, 12 életmentő lecke,
ez Libri kiadásnak nézem, igen, rá is van írva, hogy ez csak piciben szól arról, inkább az ő történetei arról, hogy Auschwitzban, hogy meg mint járta meg, hát akkor viszont nagyon fel kell rá készülni, mert ezek a történetek ugye elég mellbevágóak szoktak lenni. Az emberi kegyetlenség ne továbbjai. Bár nem csak ott volt ilyen, de talán az a legismertebb. Aztán Gál Szabolcstól a Star Sky, ez nem is tudom, hogy milyen kiadó lehet, nem mint olyan fontos lenne ilyen szempontból, csak hogy nincsen ráírva. De... Végülis nem is ez a lényege. Azt hiszem, hogy ez ilyen apró történeteknek néz ki, de állítólag romantikus történet, azt meg mindig szeretem, úgyhogy ez jöhet. Viktoriánus Anglia. Oh! Ja nem, ott él. Aha. Már hogy aki szerepel a történetben, nem az író, az ugye elég érdekes lenne. Na hát majd meglátjuk. Biztos jó lesz ez is. És az utolsó, egy Európa könyvkiadás Richard Csizmától, Stephen King előszavával, a Gwendy és a bűvöstől. Ez állítólag egy második kötet, de az elsőt is hamarosan kapni fogom. Isten igazából nem volt célom mai nap videót felvenni, de mindenképpen szerettem volna azt, hogyha bemutathatom ezeket a történeteket is, illetve ezeket nem bemutathatom, csak tényleg megmutathatom, hogy miket kaptam. És ha már az egyik is barátnőm által kapottakat bemutattam, ezt is mindenféleképpen beszerettem volna. És most egy kicsit fel fognak sűrűsödni a videók, hiszen holnap egy ezt olvastam a videót tervezek hozni, holnap után pedig van egy nagyon-nagyon régi BookTag kihívás, amit még szintén nem vettem fel videós formába, és adós vagyok vele. És nem sokára itt a szilveszter, ugye jönnek az évértékelések és egyéb videók, ilyenkor nagyon-nagyon besűrűsödik, de emellett ráadásul, mint megtudtam, a születésnapomra is érkezni fognak csomagok, és mivel én január 3-ai vagyok, ezért az is nagyon itt lesz közel, és akkor megint csak újabb videóval fogok jönni, hiszen mindenképpen szeretném megmutatni nektek, hogy miket kaptam, én nagyon-nagyon boldog vagyok, és ilyenkor szeretem megosztani ezt másokkal is. Mindig a szám mindig eddig-eddig és eddig van, mert tényleg nagyon örülök nekik, és mindig úgy várom őket, vagy talán még jobban is, mint egy gyerek. És hát nagyon boldog vagyok, hogy ilyen barátokat kaphattam az élettől. Úgyhogy mindenkinek boldog, békés karácsonyt szeretnék kívánni. Nem szeretném ezt tovább húzni, annyit csak, hogy teljesüljön az, amit kívántatok, és érezzétek jól magatokat, és ha van időtök, kedvetek, olvassatok most is. Sziasztok!